Kairóban elhalasztották az izraeli-gázai tűzszünetről szóló mára tervezett tárgyalásokat. Bár reggel életbe lépett egy 72 órára tervezett fegyverszüneti megállapodás, de alig pár óra után tovább folytatódtak a harcok. Két izraeli katona meghalt, egyet pedig elraboltak a terroristák, de legalább 50 palesztin is meghalt a harcokban. Megelevenedtek reggel a gázai utcák a tűzszünet hírére. Sokan a piac felé vették az irányt, hogy feltöltsék a készleteiket, amelyek alaposan megcsappantak a több mint három hete tartó harcok miatt. A fegyvernyugvás jó dolog, az emberek végre kimozdulhatnak, meglátogathatják a sebesülteket, még Sencsehiában és Jabaliában is sétálhatunk, mondta ez a gázai férfi azokra a területekre utalva, ahol a legsúlyosabb harcok folytak. Pihenésre fogta a gázai határral felsorakozott izraeli tankok legénysége is. Volt, aki még a kis párnáját is elővette. Az eredetileg három napra tervezett. Az ENSZ és az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás azonban csak néhány órán át volt életben. A gázai övezet déli részén ugyanis, ahol az izraeli katonák a terroristák által használt alagutak után kutattak, hamaszos fegyveresek támadtak rájuk. Az egyikük öngyilkos merényletet követett el. Súlyos harcok robbantak ki az izraeli katonák és a palesztin fegyveresek között, amelyekben legalább 50 palesztin életét vesztette. A terroristák két izraeli katonát megöltek, egyet pedig elraboltak. Délelőtt 9:30-kor, másfél órával a tűzszünet kezdete után a Hamász tüzet nyitott a csapatainkra, akik ezt viszonozták, mondta az izraeli kormány szóvivő. Emellett palesztinok több aknagránátot és rakétát is kilőttek Izraelre, amelyeket a vaskupola légvédelmi rendszer a lakott területek közelében elfogott. Ezeken a felvételeken az izraeli légierő óramű pontossággal lőtte ki két palesztin gépkocsiját. A terroristák az elmúlt hetekben részt vettek az Izrael elleni rakétakilövésekben, most pedig nagyszabású terrortámadás elkövetésén dolgoztak. A Hamász szerint a következő néhány órában kiderül, merre haladnak tovább az események. Minden esetre a palesztin terrorszervezet rakétái továbbra is Izraelt célozzák. Gázából egyébként egész éjszaka támadták az izraeli területeket, egészen a tűzszünet életbe léttéig. Már a virradóra a harcokban 5 izraeli katona esett el, és ezzel 64-re nőtt az izraeli áldozatok száma.